Sziasztok! Ma szeretném bemutatni nektek, hogy hogy oldottam meg, hogy tollatáskor ne fékezzen be a lakókocsi. Ezáltal ne égessem le a kuplungját az autónak. Mert ha ilyen helyen kell beállni, mint nálunk az udvar, elsős. És esetleg lendületet veszünk, de valamiért meg kell állni, előre menni és újra elindulni hátra. Akkor sokszor van, hogy elkapar a kerék, vagy pedig a kuplungot füstölöm. Ugye mert, hogy elkezdünk tolatni, ez szépen elindul befelé, hát még nagyon best tudom nyomni. És lefékezi a lakót. És ugye működik a dobfékekben az a mechanika, hogy kioldjon, de addig meg kéne mozdítani. És általában, ha vizes a fű, vagy kempingekbe is már jártam úgy, akkor elkapar a kerék, és nem megy sehova. Ezért csináltam egy ilyet. És ennek pedig az a szerepe, hogy ide felszerelem. Ezt a két csavart kicseréltem. Egy gyárilag nem ez van benne. Ez két imbusz, belső imbuszos csavar. 8-8-as acélcsavarok. Akkor tráma rakó plusz vagy anya, szépen lecsavarjuk. Egy, kettő. Megvan. És akkor ezt csak ide felrakom. Így. Értelemszerűen a másikat is felcsavarom. A balkezes 700-át. És innentől kezdve nem tud befékezni, mert betámaszt. Tudod, betámaszt szépen az alváz. Tehát ügyesen meg tudja tolni, és így lehet tolatni, nem fog befékezni. Ezzel már többen szenvedtek. Olvasgattam a lakókocsi csoportokba, és szerintem ez egy jó megoldás. Azért festettem pirosra, hogy véletlenül se felejtsem fönn, mert azért ez elég gyúrik itt. És ezt mindig bedobom ide a gáztározóba, és akkor utazik velem. És mikor le akarok valahol parkolni, vagy betolni a kempingbe, akkor ezt felrakom egy fél perc alatt, és sokkal egyszerűbb. És a gáztározót is kicsit alakítottam. Egy gyárilag ez a hülye rácson. És tele lett a fülem, hogy állandóan minden tiszta víz benne. Először csak ezt a zalutaposót raktam bele. De hát akkor meg itt folyott be a víz. És volt itthon személyautónak kédergumia. És az föl lett ide is rakva. Oda is felraktam. Meg ide is raktam egyet. Hát még egyszer majd ide kellene fölbele ragasztani, de ide kédergumi az nem fog beférni. Na majd kell vennem ezt az öntapadós D-profilt, és körülbelül az ami ott elfér. Ja, megkicseréltem a teleszkópokat. És megnéztem, hogy melyik személyautónak a teleszkópja jó hozzá. És akkor a neten megrendeltem, és azóta nem fejelem le. Hát így hirtelen ennyi fejlesztés történt, de ez tényleg hasznos, nagyon jó. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!